Hegyi Barbara rokonai és barátai jól tudják, hogy a művésznő remekül és szívesen főz a családnak és nagyobb társaságoknak egyaránt. Gasztronómia iránti rajongása még gyerekkorában kezdődött. Tinédzserként már szívesen lepte meg a fiúkat saját ételeivel. Néhány évvel ezelőtt gasztroblogot indított, de szerettei és kollégái biztatására úgy döntött, nyomtatott formában adja a főzni vágyók kezébe a legjobb recepteket. Az első szakácskönyve 2011-ben jelent meg, Abrakababra címmel, amiért az olvasók véleménye alapján aranykönyvdíjat kapott. A második könyv 2014-ben látott napvilágot. Hegyi Barbara, akivel Szűcs Anikó újságíró beszélgetett, elmondta, a jó ételekhez jó alapanyagra, jó ízlésre van szükség, és szerinte a jó szakácskönyvnek is vannak titkai. Én sose gondoltam volna, hogy könyvet fogok írni. Azt végképp nem gondoltam volna, hogy kettőt, és hogy ebből az egyik aranykönyves tudott lenni, az igazán nagy megtiszteltetés és nagy öröm. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy jól fogadták, mert elment az összes könyv, és most úgy néz ki, hogy szeptemberben újra fogják nyomni. A Víg Színház művésznője sikeres évadon van túl, de társulatával a napokban még fellép a Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogramjában Dosztojevszki Bűn és bűnhődés című regényéből készült előadásban. Az előadás remekül sikerült. Nekem nagyon kicsi szerepem van benne, de ennek ellenére annyira jó volt a darab készülődése, ahogy azt a 6 vagy 8 hetet töltöttünk vele. Nagyon jó volt készíteni, nagyon jó volt próbálni, nagyon jó volt a csapat, aki a színpadon, illetve a színpad körül dolgozott, hogy mindegy is, hogy mit nyer a poszton, illetve persze nagyon jó lenne, hogyha nyerne bármit, de az, hogy egy Dosztojevszkijével lehet menni a posztra, ez önmagában sokat jelent. A színésznő a közönségnek azt is elárulta a könyvemutatón, hogy augusztus végén színpadon is találkozhat vele, ugyanis a Víg Színház a Szent Iváné Szexkomédia című vígjátékkal fellép majd a Vidor Fesztiválon.